Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Rust egyedül sorozata, és rájöttem, hogyan lehet, hát igazából két pillanat volt, megnéztem gyorsban neten, hogy hogyan lehet megtanulni blueprinteket, és úgy néz ki, hogy egy research table-t kell készíteni, ami itt is van már egyébként előttünk, mert rákerestem, egy kis scrapbe, meg metal fragmentbe kerül, semmi extra, illetve egyébként arra is rájöttem, nyomtam egy képernyőfotót, amit ti nem feltétlenül láttok. Arra is rájöttem, hogy kéne nekünk egy ilyen Reaper bench. Igazából, ha már ennél tartunk, akkor azt is lerakjuk. Mennyi cuccunk van. Akkor figyeljetek. Ez nem tudom, hogy ez hogyan működik feltétlenül. Ez ilyen outdoor dolog, nem? Ez gyűjti a vizet, nem? Hát figyeljetek, lerakom. Lerakjuk kintre. Mondjuk ide. Így. Úgy, leraktam ide. És akkor, ha jól sejtem, Nem feltétlenül tudom, hogy ez hogyan működnek. Ez így magától feltölt? Nem, erre még kellene valami, nem? Erre még kell egy ilyen vízgyűjtő, hogy az esőtől. Mindegy, nem baj, majd kitérünk arra is. Szóval, úristen, mennyi cuccunk van, viszont kész a research table meg a másik. Oh boy, te nem vagy pici. Akkor, tudjátok mit? Elsősorban rakjuk le a cuccainkat. Rakjuk rá, amire nincs szükségünk. Elkezdünk bővíteni egy házikót. Lepakolok egy-két cuccot, aztán utána bővítjük. Hát ide meg ami befér. Minden, amit csak be tudsz rakni, de az dob be. Úgy. Ide meg minden, amit majd egyszer talán elviszünk betörni. Ami ennyi kb. Ide meg a husikát rakjuk le, és aztán majd egyszer sőt, nem is a fenéket, kezdjen most begyűjteni. Úgy, pisztolyt ide rakjuk, és kiveszünk egy kis fát, meg egy kis követ. Oké, ha sejtésem nem csal, akkor nincs ilyenünk, meg ilyenünk. És ha a sejtésem nem csal, akkor le kell bontanom a tetőmet, mármint úgy, hogy ki kell ütögetnem. Mert annyi ideje van ez ott, hogy most már így oda van ragadva. Hogyan fogalmazzak így jobban. Jaj, ez is még eladásra. Eladásra, betörésre fog menni. Látjátok, az ilyen apróságok egyébként, amiket valahogy szerintem egy ilyen Rust tutorial mappon vagy szerveren kéne megtanulnod, hogy például azokból, igen, csak fejleszteni tudom, jó, akkor ezeket be kell törni, szóval például ezekből puskaport tudsz gyűjteni. Tehát így lehet, hogy sose jöttem volna rá, mert sose érdekelt volna annyira, hogy összegyűjtsem. Ez így mennyire fog működni? Kind, egész jó, de hogy azt a részt akarom ott betörni? Értem, szóval van egy ilyen javítási delay, hogy ne tudj javítgatni, miközben megégettük itt a kajámat, miközben éppen teszik tönkre. Hopp, ott elkészült még kettő. Jó, most kikapcsoljuk egyelőre, hogy ne kelljen vele foglalkozni. Valahogy egy lépcsőt kéne helyeznem, de ez az épület túl kicsi, rájöttem. Ez az épület túl kicsi. Ezt nem bírom csak úgy felvenni, mi? Fel tudtam venni? Ezt is fel lehet venni? Rotate, deauthorize, nem, open. Nem, ezt nem úgy néz ki, mint a fel tudnám venni. Jó, nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj. Ennyi elegendő kell, hogy legyen. Ó, bro, ez az épület mennyire egy béna dolog lett itt. Ezt okosabban kellett volna megoldanom. Ó, ez egy farkas volt. Itt lesz, ez lesz, ez a rész lesz, rájöttem. Ez a rész lesz ott. Ezt ide rakjuk, áthelyezzük oda. Úgy. Ó, sérült. Miért sérült? Nincs nálam nyersanyag, nem baj. Nem baj, most ezekkel így annyira nem foglalkozunk vele.
Na. Rakd szét, úgy. Illetve berakunk egy kis fát mellé. Tudod mit? Égest is ki. Úgy. És ezt fogom széttörni. Jó, működik. Szóval ezt széttöröm. Itt lesz a felvezető útunk, és akkor lesz egy második emeletünk, ahol lesz a research table, meg a repair table. Ezt szerintem haza fogja vágni a baltánkat. Egy pöppet gyorsan megy le az élete az ízlésemnek. Egy picit szerintem a tárgyak könnyen mennek jól tönkre. Aha. Képzeljétek el azt a szituációt, amikor van egy baltátok, és valamit éppen csapkodtok. És annyira erősen csapkodjátok a baltával, hogy szana széjjel törik. Tehát nem kitompul, hanem használhatatlanná válik. Ez kellemetlen, de a következőképpen fogjuk megoldani. Ide lerakom. Oh fuck. Well, ez még kellemetlenebb. Tudjátok mit? Mondjuk csak 150 scrapünk van. Jó, nem ezt akartam. Vissza ide. Open tech tree. Ó, de itt viszont hamar meg tudom tanulni. Nagyon jó. Oké, most már ezt is ismerjük. Most már ez is megvan most. Akkor most már meg tudom javítani. 15 metal fragment. Jó, metal fragmentek gyertek velém. Viper. Nagyon jó. Viszont általában azt látom, hogy egy ilyennel csinálják ezt. Well, kinda igazából ugyanannyit sebez neki. Viszont jó gyorsan megy le az élete. Nem baj, megjavítjuk ezt is. Hogyne. Wood Spear. Wood Spear kell hozzá? Miért kell hozzá Wood Spear, hogy megjavítsam azt? A Wood Spear az 300 fába kerül, ne szórakozzál már velem. Hát te hülye vagy. 10 kőbe kerül, meg egy egész Wood Spearbe. Elmondom nektek, ha ezt elviszem és bedarálom ott a darálóba, akkor kapunk vissza egy Wood Spear-t, és 50 kővel visszarakom a Stone Spear-t. Remélem tudunk majd darálót készíteni itthon, mert akkor viszont igazából ez így egyszerűen megoldható. Na mindegy, akkor izével Wooddal fogjuk verni. Azért látom mindig, hogy Wooddal verik. Mondjuk elég sokáig tart, de nyersanyag ügyileg, meg ahogy nézem, szerintem ezzel éri meg csinálni. Hajrá, picikém! Csak én érzem bugyutának egyébként azt, hogy a saját létesítményedet kell szétverned. Amikor te vagy a tulaj. Ez olyan fura megoldás nekem. Pláne olyannak, aki szeret építkezni. Tessék, ez csak 60 wooddal javítod. És már is nem 300 woodokat használsz el. Mondjuk lassabban is viszi. Határozottan lassabban is viszi. Gyerünk! Paf! Yay! Erre lesz. Erre lesz. Maratok, tudunk olyat készíteni egyáltalán? Nem fogunk tudni mi. Oh, boy. 3 kötél kell hozzá, de le van a zárva, nem? Ja, biztos, hogy nem fogom tudni, mert le van zárva. Oh, boy. Jó, akkor... így. Jó, téged megeszünk. Yes. Oh, bakker. Na várj, akkor várjál. Várjál, akkor a következőt csináljuk, gyere ide. Ezt a Wood Spear-t eldobjuk. Úgy. Add ide azt. Úgy, ne? Lerakjuk, nem tudom, ide. Tehát rakjuk ezeket a felettébb hasznos dolgokat. És... készítünk egy feljáratot. Construction. Nem így kell. Így kell. Not enough space.
Mi van, ha bezárjuk az ajtót? Mi van, ha bezárjuk az ajtót? Hogyan forgatod így? Well. Ha steppeket akarok, a steppel sem fogja megoldani a szituációt. Jó, akkor ez ilyen hogyan fogalmazzak? Aj, nem, az túl sokba kerülne. Ez se lenne rossz, egyébként. Ez se lenne rossz. És ezt be is tudjuk rakni. Hát nem fog a legszebben kinézni, mert nagyon alakítgatni kéne ahhoz, hogy ez így szépen nézzen ki. Nem baj, annyira nem akarom átépíteni az épületünket. Oda nézzetek, és már is lesz egy második emeletünk. Melyek lesz több ablaka is. Az nem tudom, hogy ott, az ott mit keresod, de az ott marad akkor. Gyere. Hogy ne. Hát a tetejére. Nice. Na hát, és hogyha most nagyon ilyen olyan szervere lennénk, ahol ez így kéne, akkor ezeket most tovább kéne fejlesztenem, de annyira nem ragaszkodunk hozzá. Szóval... ide rakunk egy ilyet. Mondom, oda rakunk egy ilyet. Köszönöm. Illetve... hála az Istennek, hogy ezt föl lehet venni. Ha nem bírtuk volna felvenni, az ciki lenne. Illetve ide rakunk egy ilyet. Úgyni. Na, megvan mindkettő. Szóval van ez nekünk. You cannot create this item out of scrap. Well, shit. Well, shit. Mindegy, és ezt? One item at a time. Oh, bro. Yes. Workbench level 1. Kell a workbench mellé? Komolyan kell a workbench mellé? Jó. Jó. Semmi baj. Gyere velünk, workbench. Hú, a workbench is kezd tönkre menni. Mi használjuk el, miközben így rakosgatom egyik pontra a másikra, vajon? Vagy úgy unblock használódik. Nem baj, most már van workbenchünk. Ja, nincs nálam scrap. Oké, totál hülye vagyok. Na várjatok. De van nálam scrap, de egyel kevesebb scrap van nálam. Ó, hogy... valamit hallottam. Mindegy. Te gyere velünk. Igen, ahogy rakosgatjuk A-ból B-be, úgy megy le az élete. Remélem nem kell a blueprint elkészítéséhez. Én ezt nagyon szeretném itt tartani lent. Te hogy állsz? Készülgetsz. Oké, el kell menni egyszerűen scrapért. Oké, viszont azt most már tudjuk, hogy ezt a fajta pisztolyt akkor nem lehet blueprintezni. Szóval ez olyan, amit megszerzel, és azért vigyázni kell rá. Szerintem ez csak a fegyverek egy részére igaz, a fegyverek többi részére viszont nem. Ezt ki kell tanulnom, gondolom, hogy melyiket lehet és melyiket nem. Viszont legalább a lőszert lehet blueprintezni. Szóval akkor ezt lehet használni, ezt a fegyvert azért, pláne ezen a szerveren, ahol azért, mit tudom én, meghalok és nem vesztem el automatikusan a cuccaimat. Automatikusan, értitek? Tehát úgy, hogy megölnek és kilootolnak. De azért a többi szerveren lehet, hogy nem... lehetséges, hogy nem ez lenne a fő fegyverem. Lehet, hogy egy ilyet vennék bázisvédésre, de lehetséges, hogy nem használnám úgy, hogy tudjátok, eljárok otthonról, és akkor puf, jej. Ami szomorú egy picit számomra. De nem baj, van egy másik fegyver, amelyik nem tudom melyik, most így hirtelen így név alapján, de azt gyakrabban látom, hogy használják. És feltételezem, azt meg lehet tanulni blueprintből, és el lehet készíteni, hogy olyan van. Ez így igazából belegondolva, ez így... fucking hell! Fussá! Vidd a lándzsámat is magadban! Hú. Szóval az ott nem éppen a legbiztonságosabb a világon. Jesus Christ, man! Meghaltam.
Nem, így nem. Oké, ezen múlik az életem. Ó, nem ezen múlik, mert igazából nem hal meg. Ez egy másik volt. You will die unless you get help. Ja. Ah. 2 óráig éltem. Mi az, hogy nem lehet használni azt a cuccot? Hol van a másik unnamed bag? Itt. Le kell raknom másikat is. Ezt miért nem használhatom? Túl közel van. Csak nem. És kíváncsi vagyok, megzabálja a hullámot vajon? Na. Visszatértünk. Az még mehet igazából. Hol van a hullám? Itt kell lennie. Üdvözlet. Jaj, de jó. Aha, nincs több helyünk, mert a ruhákat, azokat nem veszi fel automatikusan. Így ne. Na hát, ja, ez tök jó volt meghalni így, ez így kellemes volt. Menjünk tovább. Nya! Oh, kaptam egy hülye követ. Igaz. Nem úgy. Dobd-e? Úgy. Hallottam leérkezni. Na, menjünk föl, van elég scrap nálam. És menjünk föl. És tanuljuk meg a lőszert. Amit benne is hagytam egyébként. Csak ide kell beraknom a scrappet. Ott bikin, ott megy a research! Megy a research! Yay! Kíváncsi vagyok, menjünk mindenkel majd hozzá. Nagyon király. Szóval most megtanultuk. És le tudom craftolni. Ammo. 5 darab gunpowder. Igazából attól eltekintve, hogy nem tudom, hogy a gunpowder-t onnan szerezzük. Attól eltekintve ez számunkra ilyen, nem tudom. Easy. 500 nincs, ja. Akkor 8, 60. Úgy, nem, annyi sincs. 184 van. Akkor csak 30-at tudunk. Jó, hát akkor lehet, hogy nem most fogunk ezzel a fegyverrel nagyon vagánykodni, de azért már használhatjuk végre. Illetve akkor ebben nem tudom, mennyit tudunk készíteni, de egy 8x2-t meg 2 darabot fog adni. Tényleg ez vajon mennyit ad? Egy darab 4-et ad? Mennyit készítünk? 30-at? Az akkor mégsem lesz olyan kevés, mint gondoltam, hogy lesz. Jó, akkor figyeljetek, viszont akkor annyit megcsinálok, hogy ezt tovább fejlesztjük ilyenné. Ezt is. Főképp amiatt, mert van kövünk, és akkor minek álljon ilyenben, hogyha tovább tudjuk fejleszteni. Viszont ki fogok fogyni a kőből. Nem baj. Elfogyott a kövem. Azt hiszem lesz elegendő kövem arra, hogy tovább fejleszem teljesen. Nem baj, mindegy. Fából sincs olyan sok. Na, mindegy, nem is lényeges, nem akarok így gyűjtögetni most ilyeneket. Oh yeah. Hol van kaja? Jó, megtöltjük a bendőnket. Ezzel is. Igyad. Mondom, igyad. Nem mondod, hogy nem iszol ebből. Ez is számomra fura egyébként. A legtöbb kaját nem bírod megenni onnan lentről alulról. A sima vízből pedig csak úgy tudsz inni. Ebből meg úgy tűnik, hogy nem. Na mindegy. Mindegy. Kinda lehet, hogy akkor ez tovább is jutottunk így ezzel ennél a fegyvernél. Retok, nem tudunk... Gunpowder. Mi kell hozzá? Sulfur meg charcoal. Aha. Szóval ehhez kell a sulfur.
amit ebből készítünk, csak ki kell égetni. Itt van mondjuk, ha jól látom. Igen. Hát végül is, akkor igazából, ja, túlnőttük a Nilgunt már most. Normális esetben szerintem egy sima mappon, mármint egy szerveren nem használnám ezt a pisztolyt túl hamar. Csak akkor használnám, ha már tudom pótolni nagyon egyszerűen. Viszont jelen helyzetben nem látom nagyon sok okát arra, hogy ne használjuk. Megmondom teljesen őszintén, mert hát úgy tűnik, hogy gunpowdert akkor tudunk készíteni még hozzá, nem is keveset. Workbench level 1 requirement. Ez... Nagyon közel kell állni hozzá ahhoz, hogy el tudjam készíteni. Készítsünk kaját. Azt elmegyünk akkor... ez a rész már 22 perce megy. Akkor nem ebben a részben megyünk el lövöldözni a pisztollyal, hanem elmegyünk majd egy következő részben. Viszont ja, most az jön srácok, akkor pisztollyal megyünk lövöldözni. Tudjátok, mit kéne megszerezni? Aj, tudom, mit kéne szereznünk. Ilyen cuccot, várjatok. Med? Nem. De, ott volt. Med. Ott van. Medical syringe. Ezt akarom megszerezni. Cloth meg love crate fuel. Igazából ebből tudnánk készíteni egy jó párat. Workbench level 2. Jó, akkor a Workbench level 2-t fogjuk még elkészíteni. Workbench level 2, high quality metal scrap kéne még hozzá nagyon sok. Ha? Kéne fát gyűjtenem. Illetve készíthetnénk még egy ilyet. Mert az a helyzet, hogy... actually tudnánk is, hol vannak a... Itt van. Crafting. Adjál be mindent. Ez. Miért nem tudunk? Ja, cloth kell hozzá még. Cloth. Úgy, és akkor itt már megjelenik alul majd. Itt van. Nem egyik gombbal se tudok így, amennyit csak lehet készítsen el. Jó, akkor berepünk ide. Amennyit csak tudsz, úgy. Készítünk még égetőt. És ja, az a helyzet, egyébként ha a szerveren el tudnám érni ugyanezt a szintet nagyjából, akkor arra azt mondom, hogy ja, most már azért tudok játszani. Mármint így valamicskét azért össze tudok hozni. Nagyon sok minden van nálam, le kéne dobálnom őket ládákba. Nem, ez nem ide. A köveket meg a fát ide rakjuk. Ezt ide berakjuk ide ezeket is. Szulfurt is ide kéne rakni. Mindegy, ezeket most kivesszük, mert ezek nem, a kötelet nem. Ezt berakjuk. Waterpipe shotgun. Tényleg, hogyha készítek izét... lőszert. Ilyet. Ilyen lőszert. Stones, gunpowder. Gyere a papához. Nagyon kevés mennyiségű stone-t adjál. Szóval egy ilyet készítsél nekem. Kíváncsi vagyok, hogy ebbe az való-e. Viszont a crafting menü az iszonyat hosszú lett most, hogy a izék készülnek, low grade fuel-ok. Majd visszatérünk erre bro később. Így, nekem azt az egy lőszert készítsd el. Igen, ebbe lehet elkészíteni. Jó, mindegy, ezt el fogjuk most használni majd következő részben. Ha tudtam volna, egyébként lehet készítünk lőszert bele, és akkor használjuk egy picit jobban. Illetve, várjatok csak! Tényleg. Ezt hagyd próbáljam már ki. Még mielőtt lezárjuk ezt az epizódot. Ez tanulható, nem? Ez tanulható. Ha tanulható, akkor javítható. De vajon mennyire erős? Mennyire számít erősnek? 180 damage-e van. A range az nagyon kicsi, mert egy shotgunról van szó, viszont van ereje. Szóval a nyílpuska mellé lehetne használni. És a nyílpuska meg ez a kettő, ez pótolható. Viszonylag egyszerűen, hát azt nem tudom, hogy egyszerűen, nem? Shotgun. Azt nem tudom, hogy egyszerűen pótolható. Wood, metal fragment. Hát azért pótolható. Tehát azért valljuk be, annyira nem egy drága dolog.
És ja, ez akkor azt jelenti, hogy ezzel így lehetne azért mozogni. Tehát, hogy azért nem ütne meg, ha annyira nagyon elvesztenénk. Azért fájna, de azért annyira nem ütne meg, és azért mégiscsak valamennyi védelmet biztos nyújt. Ha tetszett ez a videó, tudjátok, hogy mi a dolgotok, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, és ja, sziasztok!